Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár, Kolibri színház vár, Kolibri színház vár. Miért él a nap meg a hold az égen? Réges-régen a nap meg a víz jó barátságban állt egymással. Együtt éltek a földön. A nap gyakran felkereste a vizet, ám a víz sohasem viszonozta barátja látogatásait. A nap végül megkérdezte a víztől, ugyan miért nem látogatja meg soha. A víz erre azt felelte, hogy a naphajléka nem elég nagy, s ha ő az egész házanépét magával vinné, kiöntené a napot az otthonából. Végül így szólt. Ha azt szeretnéd, hogy meglátogassalak, nagyon nagy házat kell építened, de figyelmeztetlek, hogy annak a háznak igazán nagyon nagynak kell lennie, mert népes családom van, és sok szobára van szükség ahhoz, hogy mindenki elférjen. A nap megígérte a víznek, hogy nagy házat épít, azután hazatért a feleségéhez, a holdhoz, aki széles mosolyjal üdvözölte. A nap elmondta a holdnak, mit ígért a víznek, s másnap épített is egy akkora házat, hogy a víz egész rokonsága elférjen benne. Mikor a ház elkészült, a nap meghívta magához a vizet. Amikor a víz megérkezett a naphoz, a pereputyával, az egyik családtagja kihívta a napot a ház elé, és megkérdezte, hogy valóban bemehet-e a víz a házba. A nap így felelt. Igen. Mondd meg a barátomnak, hogy bejöhet. A víz erre megindult, és kezdett beömleni a házba, nyomában a halakkal és a többi vízi állattal. Kisvártatva már térdig ért a víz a házban. Ezért a víz újfent megkérdezte a napot, hogy igazán biztonságos-e, ha bejön. De a nap megint csak bólintott. Erre aztán még tovább nyomakodott befelé a víz. Amikor már olyan magasan állt a víz mindenütt, hogy egy ember nyakig elmerült volna benne, megint csak megkérdezte a napot. Akarod, hogy még több családtagom bejöjjön? A nap meg a hold nem tudta, mit évő legyen, hát jobb ilyen megint bólintottak. A víznek egyre több rokona özönlött be a házba, a nap meg a hold pedig már a tetőn szorongott. A víz még egyszer megkérdezte a naptól, hogy behívhatja-e még a többieket is. A nap és a hold megint igennel válaszolt, mire a víz az összes rokonát beeresztette a házba. Végül a víz elöntötte a tetőt, a hold és a nap pedig az égre kényszerült. Ott laknak azóta is.